Milyen olvasmányt hoztál most nekünk? Hát a Jövő kezdete című könyvet hoztam el, ami korábban már film is készült, elég régi, 2000-ben jelent meg. Ez a könyv, amit a kezembe tartok, ez egy újabb kiadás, ez 2012-ben jelent meg. Ez a könyv igazából a mostani társadalmunkat igyekszik bemutatni, egy kisfiú keresztül láthatva. A történetről, hogy egy kicsit többet elmondjak, a főhősünk egy 12 éves amerikai kisfiú, Trevor McKinney-nek hívják, akinek elég zűrös családi háttere van, az édesapja elhagyta, az édesanyja alkohol problémákkal küzd. Ennek ellenére egy nagyon szeretetteljes, önzetlen, segítőkész fiúképe rajzolódik ki előttünk. A cselekmény ott kezdődik, hogy a társadalomismeretből új tanárt kapnak, aki korábban egy vietnámi veterán volt, és hát súlyos sérülést szenvedett, és hiányzik neki a fél arca. Ez ugye bezártságot von maga után, és meglátszik az emberekkel való kapcsolatain is, hogy azért mélyebbek érték, mind a testét, mind a lelkét. Fontos megemlíteni, hogy a cselekmény akkor indul el igazából, amikor a tanár föladja a szokásos szorgalmi feladatot, mindig, minden évben, minden osztályban ugyanazt a feladatot adja, hogy hogyan tennék jobbá a világot a gyerekek, és ne csak kitalálják az ötletet, hanem próbálják is megvalósítani. Nagy reményeket nem is fűz hozzá már, hiszen mindig a gyerekek általában kis helyi közösségben tudnak gondolkozni, de Trevor komolyan akarja venni a feladatot, és nem csak a jelesre hajt, hanem tényleg szeretné jobbá tenni a világot, ezért kitalálja, mint egy piramis játékot, hogy segít önzetlenül három embernek, és nem vár semmiféle segítséget ettől a három embertől, nem kell viszonozniuk, csak annyit kér tőlük, hogy másik három embernek adják tovább a segítséget, és ezáltal egyszer annyira megsokszorozódik a jó tettek száma, hogy az egész világon körbeérhet. Ez az, ami kirajzolódik előttünk a könyvben és maga a filmben is. Segít három embernek, ezt végre tudja hajtani, bár először úgy gondolja, hogy kudarc lett a feladata. A kezdeti nehézségek láttán Trevort osztálytársai kinevetik. Akkor még senki sem sejti, hogy a fiú valósággal útjára indított egy nagyszabású mozgalmat. Mindig vannak olyan emberek, és ez a kisfiú karaktere is olyan, hogy vannak jó emberek, akik tényleg szeretnék, hogy jobb legyen a világ, és mint a könyvben is kiderül, elég ehhez egy egyszerű ötlet, hogy megpróbálok önzetlenül segíteni valakin, aki továbbadja másnak az önzetlen segítséget, de sokszor vagyunk talán annyira önzőek, hogy elfogadjuk a segítséget, de mondjuk már nem adjuk tovább, és sokszor és tapasztalat alapján úgy gondolom, hogy az emberek későn veszik észre ezeket a jó embereket, és későn nyílik fel a szemük, és jutnak el a szívükhöz. Úgyhogy ezek az emberek kudarca vannak ítélve, és talán emberi sajátosság az is, hogy későn eszmélünk rá, hogy hogyan is kellett volna élni az életünket és csinálni a dolgainkat. Ezt legtöbbször csak saját magunkra tudunk gondolni. Nagyon elgondolkoztató regény, izgalmas, lebilincselő, mindenkinek tudom ajánlani, minden korosztálynak szívesen ajánlom. A fiataloknak azért ajánlanám, mert tényleg lehet jobban csinálni, és semmi extra dolog nem kell hozzá, az idősebbeknek pedig azért, hogy mindig újra lehet kezdeni, és mindig lehet egy pici jóval talán előrébb kerülni, és magunknak is örömet okozni. Szerinted a valóságban működhet egy ilyen piramis módszer? Szerintem, amit a kisfiú kitalált és felvázolt a történetben, működhet, de saját véleményem az, hogy még nem. Talán kicsit később, amikor a gondolkodásmódunk megváltozik,
lehet róla szó. Egyelőre nem érzem azt, hogy bármelyik társadalom is képes lenne ezt végigvinni, hiszen valaki biztosan megszakítaná ezt a láncot, ezt a jótét láncot. Ha adaptációkról van szó, Danielnél a könyvek élveznek elsőbséget, most azonban kivételesen elsőként a filmmel ismerkedett meg, és az vezette előtt Catherine Ryan Hyde harmadik 1999-ben íródott regényéhez. Ritkán mondok ilyet, de egy nagyon jó sikerült könyvadaptációról van szó, tehát a könyv mellett a filmet is nyugodt szívvel tudom ajánlani.